Lehívta a határon átívelő projektumok támogatására szánt pénzösszeg 87%-át, ami példátlanul magas arány Szerbiában, nyilatkozta Pajtics a találkozót követően. Hangsúlyozta, az uniós intézmények támogatják a tartomány finanszírozásáról szóló törvénytervezet kidolgozását és beterjesztését. Johannes Hahn EU biztossal szót ejtettünk arról is, hogy a vajdaság pénzelésére vonatkozó törvény kidolgozásakor össze kell hangolni a pártok álláspontját először tartományi, majd köztársasági szinten. Emellett a törvény kidolgozásába európai szakembereket is be kell vonni, hogy az európai tapasztalatokat is felhasználjuk ennek a fontos jogi dokumentumnak az előkészítésekor, amely feltétele a további EU-s integrációs folyamatoknak. Pajtics az uniós biztossal tárgyalt a vajdasági RTV pénzelésének kérdéséről is. Megegyeztek abban, hogy maradéktalanul biztosítani kell a médiaház akadálytalan működést.